számomra, hogy mi csak hozzávetőleges össze...
Összeget sem hallottunk arról, hogy mekkora pénzt állnak a Kossuth tér rendezésére. Ez mindenképpen furcsa, és egyébként a bulvársajtó már elkezdett cikkezni erről a témáról. Ha tetszik, ha nem, a Kossuth téren nem csak jobban, rosszban bulvársajtó van, hanem ez folyamatosan jelen van. Ezzel együtt kell élnünk, és ez valahol a mi felelősségünk is. Ugyanakkor nem tudom osztani Volner képviselőtársamnak azt a nézetét, amiben aggályosnak tartja, hogy a kormány kiköltözik a parlament épületéből. Én most ebben az ügyben jó hiszemű vagyok a kormánnyal szemben, és remélem, illetve hát bízom benne, hogy ezt nem különböző kormányzati negyed beruházásokra kívánják ezt a motivumot felhasználni. Ez mindenképpen felháborító lenne, és ezzel önöknek akkor el kell majd számolni a választóik előtt, amikor a csinálatrát csináltak az elmúlt Gyurcsány kormánynak a kormányzati negyedre vonatkozó elképzeléseiből, önöknek semmilyen erkölcsi alapjuk nem lenne arra nézve, hogy egy ilyen esetleges beruházásba vágjanak bele. Bízom benne, hogy nincs is ilyen szándék. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő. Most Novák előtt képviselő úr következik a Jobbik képviselőcsoportból. Őt fogja követni Volner János képviselő úr. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Csak arra szeretnék reagálni, hogy én állítólag Horn Gyulát valaha is dicsértem. Természetesen ilyen nem történt sohasem. Sőt, én magam Horn Gyula miatt kezdtem el politizálni az ő kormánya miatt. Akkor vonultam először utcára tüntetésekre. Az más kérdés, hogy az alaptörvény vitájában igen, el kellett mondanom, és sajnos a mai napig aktuális, hogy még a Horn kormány is komolyabban vette a nemzeti együttműködést. Még a Horn kormány is, pedig megvan róla a véleményem, mint önök, akik sokat hangoztatják ezt. Hiszen ők vették bele a kétharmados többségük korlátozására azt, hogy az új alaptörvény részletes szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához 4/5 többség szükséges. Még ők is érezték, hogy a kétharmaduk korlátozására kell egy ilyen, legalább az alkotmány módos új alkotmány elfogadása esetében, ami nem lehet csak a kormánypártoké, mint ahogy önök viszont azt gondolták, és első dolguk volt, meg sem kísérelték a nemzeti együttműködést, egyik párttal sem, pedig van itt olyan párt, amelyik önökhez közel áll, és amelyiknek támogatására esetleg számíthattak volna, hogyha egy kicsit konstruktív abban állnak hozzá, meg sem kísérelték. Az önök első dolga volt ezt a bizonyos 4/5 passzust eltörölni, és bebiztosítani, hogy önök kétharmaddal bármi lesz, ezt meg fogják szavazni. És nem mi támogattuk azt sem, hogy az ilyen egykori állampárti vezetők, mintha már Horn Gyula nem is, de akár Gyurcsány Ferenc, Kovács László vagy Lendvai Ildikó még itt ülhessen az országgyűlésben. A mi alaptörvénymódosító javaslatunk kimondta volna, hogy ne lehessenek tagjai. Úgyhogy minket ezzel ne vádoljanak Horn Gyulával, és nem mi biztosítjuk, hanem az önök miniszterelnöke büszkékedik azzal, hogy VIP körülmények között, luxus körülmények között közpénzen éli végnapjait Horn Gyula. Azt gondolom, ezzel is ő büszkélkedik, és nem pedig mi. Úgyhogy kikérem magamnak azt, hogy én Horn Gyulát valaha is méltattam volna. Köszönöm figyelmüket. Képviselő úr, bizonyára van lehetőség arra, hogy személyes érintettség során válaszoljon az előbbiekre, de úgy gondolom, hogy most már nagyon elmentünk a budapesti kossuthtéri rekonstrukció kérdéskörétől, hogyha lehet, arra kérem, majd Volner János képviselő, ő következik, hogy erre térjen vissza, parancsoljon Volner János képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, ezzel szeretnék foglalkozni természetesen. Én is hiányolom a költségvetési hatástanulmányt, már csak azért is, mert amikor ellenzéki képviselőként elmegyünk egy bizottságba a saját törvényjavaslatunkkal, az első kérdés, amit fixen megkapunk a kormány oldalról, hogy tessék mondani, van-e költségvetési hatástanulmány mellé. Hát megjegyzem, nem nekünk dolgoznak több ezres létszámban a különböző hivatalok munkatársai, vagy éppen a minisztériumoké. Én elvárnám azt a kormánytól, hogyha behoz az országgyűlés elé egy olyan javaslatot, amely jelentős adópénzeket emészt majd föl, akkor mellékeljen egy olyan költségvetési hatástanulmányt, amely részletesen ennek a hatásait kimutatja, lássa azt a törvényalkotó, lássák azt a képviselők, hogy mennyibe fog ez az adófizetőknek kerülni, aztán annak alapján lehet állást foglalni benne, hogy ez most sok vagy kevés, kicsit kevesebből vagy többből kéne kihozni, de mindenesetre a szükséges információval a törvényhozás képviselőit én úgy gondolom, hogy el kell látni. Másik, amire föl szeretném hívni a figyelmet. Én tudom, hogy óriási a kísértés. Jelentős hatalmat ad a kormány kezébe a kétharmados támogatás, azonban óvnék attól, hogy a tekintettel arra, hogy az országgyűlés hivatalának
vagyonkezelésébe kerül át a Kossuth tér teljes területe az előttünk levő előterjesztés alapján. Én nagyon óvnék attól, hogy ezzel a hatalommal visszaéljen a kormány. Emlékeztetni szeretnék csak képviselőtársak arra, hogy azt a rendőrtisztet, aki itt rendszeresen kordonozott éveken keresztül politikai utasításra a parlament körül, Kordó Józsinak nevezte el a közvélemény. Államtitkár úr már mosolyog, hiszen ismeri a sztorit. Meg szeretném óvni önöket attól a tévedéstől, hogy a most a parlament előtt folyó képkiállítás mintájára most kordonkiállítás vegye majd át a főszerepet, nem ezekben szeretnének a fővárosiak gyönyörködni, én tehát csak azt kérem, hogy ez a nyitottsága a Kossuth térnek a továbbiakban is maradjon meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, képviselőtársaimat kíván-e valaki felszólalni még a vitában? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Barsai István képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Mindenkelőtt szeretném megköszönni minden hozzászólónak azt a talán egy kivételével kifejezett támogatását, amely különböző kritikai észrevételek mellett, de végül is egyetértett azzal a javaslatban foglalt fő két céllal, ami a Kossuth tér méltó kialakítására, illetőleg az államhatalom és a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom szétválasztására vonatkozik. Ezzel kapcsolatban tehát én minden frakció részéről a fő kérdést illetően támogathatónak véltem a javaslatunkat. Miután ez egy országgyűlési határozati javaslat, szeretném volna a képviselőnek a figyelembe ajánlani, természetesen nem tartalmazhat sem tervrajzokat, sem költségszámításokat, sem különböző képzőművészeti kivitelezési tanulmányokat. Ez a határozat arról szól, hogy felkéri, felhatalmazza a kormányt, ahogy az államtitkár úr ezt világosítette, hogy ezekben a kérdésekben járjon el. Nem szűnik meg a kormány parlament általi ellenőrzése, természetesen önöknek is, kormánypárti képviselőknek is, a 3 évük lesz arra, hogy ellenőrizzék bármilyen formában a kormány ez irányú tevékenységét, beleértve természetesen a építéssel érintett területkialakítás költség szempontjait, és hát itt szeretnék utalni arra, Páfi képviselő igen széles hívő áttekintést adott a tér történetéről és arról a két épületről, amely ugye körülvesz minket, és ennek a bevonásáról személy szerint én is fontosnak tartanám ennek a kidomborítását. Egyet azonban tudnunk kell, a forgalom elterelésével kapcsolatban is szó esett, villamos járt itt, hogyha régi fényképeket megtetszenek nézni, a 2-es villamos ugyanott kerülte meg a teret, ahogy most. A különbség az volt, hogy az Akadémia utcából kanyarodott ki, aztán Rákosék egyetlen értékelhető intézkedésére a Dunapartra helyezték át a 2-es villamos vonalát, hogy ne a pártház előtt menjen, mint tudják, ugye ott volt a párt központi bizottság székháza. Tehát a villamos ugyanúgy volt, én úgy gondolom, hogy ennek a földbe süllyesztése, vagy hát rendkívül költséges megoldás lenne, de még egyszer mondom, ez nem tárgya a határozati javaslatnak, mint ahogy ugye itt nagyon sokszor esett a zsidó törvényektől kezdve Vas Albertig és a vörös terrorról és az egyéb jelképekről, rossz emlékekről és jó emlékekről egyaránt. Nem tárgya, tisztelt Novák képviselő, nem tárgya a szabadságtér ügye, hát nyújtsanak be egy ilyen javaslatot. Budapest Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szól a javaslat. Budapesten számos tér van még, amelyet az ön ismertetése nem tartalmazott. Nem beszélt itt különböző történelmi jelentőségű budai terekről. Én, mint budai képviselő, egy kicsit ezt hiányolom, de ezt csak tréfásan mondom. Ha majd budapesti térismertetőket politikai vitanapot kezdenének, akkor bőven lesz alkalma erre kitérni. Még egyszer, tehát hangsúlyoznám, a szabadságtér nem tárgya a jelen javaslatnak. Még szeretnék megnyugtatni több képviselői hozzászólásban érintett kérdés kapcsán képviselő társaimat. A gyülekedési jogról egy törvény szól, egy sarkalatos törvény szól. A gyülekedési jog egyetlen gátja a magánterület. Hát itt erről nincsen szó, mint nyilván látják, hogy ez pontosan ellenkező hatást szeretne kiváltani, hogy ez egy olyan közterület legyen, ami a természetesen a hozzáférést
nem gátolja a közönség általi, a látogatók és esetleg gyülekezők vagy demonstrálók hozzájutását nem gátolja, hanem erősíti. Azt nem tudom, őszintén megmondom, azt nem tudom Szilágyi Péter képviselőnek válaszolva, hogy a parlament lépcsőkön ülő turisták hogyan illeszkednek egy alkotmányos intézmény tekintélyéhez, de én gondolom, hogy semmi akadálya nem lesz ennek, ha nem zavarják az országgyűlés munkáját. Ez is olyan terület, amellyel nem foglalkozik a javaslat. Szóba került itt a látogató centrum. Ugye szeretném szíves figyelmünkbe ajánlani, kezembe került nem olyan régen egy 1935-36-ban kiadott budapesti úti kalauz. A kor akkori állapotának megfelelő színvonalas kiadvány volt, természetesen foglalkozik az országházzal, és megemlíti azt, amit majd még az előttünk álló évek nyilván lehetővé tesznek, hogy a 17-es kapu az volt a parlament megtekintésének és a parlamenti múzeum megtekintésének a beléptető helye. Természetesen mód és lehetőség lesz akkor, hogyha itt olyan sok hely felszabadul, mint ami most a törvényhozástól eltérő tevékenységeket tesz lehetővé, hogy visszaállítsuk e tekintetben is az országház múltját, szomorú és kevésbé szomorú múltját bemutató múzeumot, aminek a legutóbb egyik momentuma volt annak a nagyon szép táblának a visszahelyezése, amely a első világháborúban elesett hőseinket, a képviselőket és az országház munkatársait érintette. Összegezve tehát, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a hozzászólásaikat, és a részletes vitában, ha lesz olyan javaslat, amit el tudunk fogadni, akkor majd kifejtem álláspontomat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátása és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Most soron következik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot TPER 3499-es számon, a bizottsági ajánlásokat pedig TPER 3499/2 és 3-as számokon ismerhették meg képviselőtársai. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a napirendi pont tárgyalásához az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről érkezett vezetőket, akik itt az 5-ös páholyban foglalnak helyet. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Tálai András úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának, aki a helyéről mondja el felszólalását, időkerete pedig 35 perc. És engedje meg államtitkár úr, hogy köszöntsem az időközben ismételten a helyére visszaérkező dr. Bakondi György altábornagy urat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a főigazgatóját is. Államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, hölgyeim és uraim! A mai napon, hosszas szakmai előkészítés után az országgyűlés megkezdi és le is zárja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. A javaslat elfogadása jelentősen javítja Magyarország területén élők életének, vagyonának biztonságát, valamint biztosítja az ország működőképességének folyamatos fenntartását rendkívüli események bekövetkezése esetén is. A már bekövetkezett katasztrófákkal kapcsolatban a védekezés vezetésének megújításával, az egyszemélyi vezetési elv bevezetésével, a világos felelősségi és hatáskörök meghatározásával lehetőség nyílik, amíg be nem következett, de előre látható vagy valószínűsíthető természeti katasztrófákkal kapcsolatos felkészülési tevékenység kellő időben történő megkezdésére, mely a védekezés hatékonyságát nagyban növeli, és ezzel az emberéletben és az anyagi javakban esett károk nagyságát jelentősen csökkenteni képes. Mit tette szükségessé
ezt a törvényjavaslatot. 12 évvel ezelőtt, 1999 márciusában itt a ház előtt hangzott el az expozé a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan. Az akkori törvényjavaslatot 302 jobboldali és MSZP-s igen, az akkori SZDSZ-es nemek és 4 tartózkodással fogadta el a Magyar Országgyűlés. Mi történt az elmúlt bő évtizedben a katasztrófa védelem területén? A katasztrófa védelmi törvény 2000. január 1-i hatályba lépése óta megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti, ökológiai katasztrófák száma, illetve bonyolultabbá váltak a civilizációs veszélyforrások. Sajnos az elmúlt 8 év kormányzati politikája háttérbe szorította a katasztrófa védelmét.
és lesz a vezető kihelyezi megelőzés az országába, és sikiszkel interkapésán sem bekapteti vezúpi szakával. Szóta vesz a fogadéi trómát, és a katrófagasztói es veszén, de ti az orjúfos kországa szóftas, de mi a védgazú fő, tóni, és ezről katkerencfár mindenki védsértezésről és felszer minisztától áll, hogy közete előtt jó sejtet kell, hogy mondtasz, hogy tényleszári elcsítál. A szerint szerint éppen a lizon szkerítél, a lembik az illetré, a fenn a létásra, a kétség, a szüganyag és a makvéja van jegyelmében neki. Az alanyben érvény szefi, de már csinált fesz, hogy ez a széhérdet kinyitmetést hozott volna semmi esetnek es, az a tervetet részlom, a sem, de az áll például módózatáron, ha meg az. Ha de egy szép, ha vedett fejezet, vagy meg történt ilyen, mint a kagybatyáról felhasználít elhérdésben, a képükség a szóségen, az deszrokatos ellenfájt védni, az és leket felülére tényisztás, mert teljes eszé, a fejezet másnál, hogy fej tényisztéri vesz neki, egy a tégfelekinek talada, de azért érdett érintette előtt a védenhezés dekseladati felszakulás hangot. Most az év az út elmúlt a projektai szlatított tízügyet, tehát egyik is, hogy védni a helyzet szényi szükségedő van, hogy szín helytányi írtsi jótár törpikkel, mert szak egy szak fanyoló is felkézett, hogy vezetni ruhára kérdettől, így javas hogy értett ebben, nem még a kezdet szépen, de a helyi szófa az, amit például kény sevékányiség írsátán, mert gelepő a teren, és hol a histerenről, hát az a hangvétás, hivatkat a szöslefa visszről, termész ide terület szertizetve, élvezi, sziáját, ez kiadott szölt éve, emjárt, szépen, a nyavas érvénynek tartani annak nem tűtős lehetőség, akár forró, hogy a kánytró, fraszáros, akár tettő hatást állás, mint a lézerületes, ezen is bevezet ilyen esetben, szép verekben helyzet lányad írtáró, aki rendkívüli pályó szabdik. A védelmi is kezdődött a keredetás ellátja este a kége, és mint valami sente a megszerendő üzek érmény. Anya és az a bíjabság szönt érdeke, ilyen képes pont, külön meg a sokat kerül, sok kitejsenek ki, és itt csak tész pirája szabad, a ves, hogy ezt a szép területet elhagyt, esen a gyászt el ezeköt vége, egy senk, tovább tudjuk ezt a csihéjel ugedíteni a törtipé belépszosít bizonyító rendekre is kezdődik. Egy, és ne,